Hello, sziasztok! A mai videóban arról szeretnék nektek mesélni, hogy én milyen szerencsétlen vagyok. Ugye mindenkivel előfordul az, hogy időnként egy kicsikét szerencsétlenebb a szokásosnál, és nekem meg kifejezetten vannak olyan napjaim, amikor úgy minden összejön. Mintha itt direkt gyűlne szépen a szerencsétlenség, és akkor így egy napon rám zúdul. Egyszerre. És ez történt velem szerdán. Ugye szerdán kezdődtek a glamour napok, akkor volt csak a nulladik nap, ami azt jelentette, hogy a DM-ben és a Rossmanban vannak csak akciók akkor még. Na nem baj, gondoltam, ettől függetlenül én még végigmegyek az összes ruhabolton, ami engem érdekel, és majd csak utána megyek be a Rossmanba és a DM-be, és akkor veszem meg a nehéz cuccokat, hogy ne a ruhaboltokon kelljen végigrángatnom a nagy és nehéz szatrokat. Már épp az utolsó ruhásboltban jártam, ami épp a New Yorker volt, és megláttam, hogy melltartót, hogy megtetszett, és gondoltam, felpróbálom, és akkor majd holnap visszajövök érte, és beváltom a kuponnal együtt. De megnéztem a kuponfüzetet, és kiderült, hogy már eleve akciós termékre nem lehet beváltani, és ez a kis melltartó pont akciós volt. De gondoltam, nem baj, hát megveszem. Mert inkább nem kockáztatok, hogy esetleg megveszik holnapra, hanem megvettem aznap. És egy cuki kis New Yorker zacskóba betették nekem, és mentem is szépen tovább a dolgomra. Azután minden a Rossmanba vezetett, ahol ugye elég sok mindent kellett megvennem, többek között ilyen nagy tisztítószereket és lefolyó tisztítót, meg ilyeneket, szóval a lényeg az, hogy nehéz és nagy cuccokat. A bevásárlás amúgy egész jól ment, minden volt, amit szerettem volna, amire ugye volt kuponom, és elérkeztem a pénztárhoz. Egészen nagy sor volt, és szerencsére volt időm kivagdosni a kuponokat sorban állás közben, de akkor már kezdtem érezni egy olyan aszociális fóbia, és éreztem, hogy forrósodik az arcom, és biztos, hogy rákvörös is voltam egyébként, és a kezem is rettentően elkezdett izzadni, a szívverésem is gyorsult, de gondoltam, nem baj, mert megoldom valahogy, hát ez csak egy vásárlás, kit érdekel, megoldjuk, nem történhet semmi rossz, igaz? Miért is történne? Aztán sorra kerültem, és ki is fizettem mindent, amit kellett, odaadtam a kuponokat, és szerencsére egy kuponon kívül mindent elfogadtak, és jött volna a pakolás, és itt kezdett el fokozódni a fóbia, mert vannak olyan szituációk, amiktől az ember még jobban tart, hogyha fóbiás, és az is olyan, amikor el kell pakolnod a cuccokat, de a mögötted lévő embernek a cuccait már pakolják oda, és már nem férnek el, de te még nem tudsz elpakolni mindent, mert még ott van a kezedben a visszajáró, és külön a pénztárca, és a másik kezedben egy zacskó, amiben van cucc, és elő kéne kapnod a táskádból a másik kis bevásárlós táskádat, amiben bele tudod pakolni az összes cuccot, amit vettél, és lehetőség szerint ezt minél gyorsabban, mert a mögötted álló már türelmetlenül áll, és várja, hogy ő is elpakolhassa a cuccait. És ez nekem para. Mivel láttam, hogy a pénztáros rász nagyon gyorsan halad a cuccokkal, ezért nem húztam az időt azzal, hogy előkapjam a táskámból a másik táskámat, úgyhogy abba a kis New Yorker-es reklámtáskába kezdtem el belepakolni gyorsan a cuccaimat, amilyen gyorsan csak tudtam, és még el sem raktam a visszajárót. Na mindegy, éppen hogy csak belefért minden abba a kis reklámtáskába, és tettem két lépést a pulttól, és akkor hirtelen... Igen. A kis reklámtáskának a füle olyan szépen leszakadt, mint annak a rendje. Mondjuk gondolhattam volna, hogy a több liternyi tisztítószert nem fogja elbírni, de reménykedtem. Abban reménykedtem, hogy gyorsan elpakolok mindent, hogy ne legyek útba, aztán félreállok és valahol átpakolok a saját kis táskámba. De hát erre már nem volt lehetőségem, mert hamarabb elszakadt ez a kis zacskó. De mindegy, a naphőse, a biztonsági őr, aki rögtön odaszaladt és elkezdte összeszedni a cuccaimat, fel is kapta azt a maradék, szétszakadt zacskót. Én pedig összeszedtem gyorsan azokat a cuccokat, amik elgurultak. Oda akarta adni, de mondom, hogy légy, tegyük le oda. És akkor ott mutattam egy ilyen kis csomagoló felületre, ahol csomagolópapírba be lehet tenni szépen a cuccokat, amiket ajándéknak szánsz valakinek, és akkor már a boltból rögtön úgy viszed el, hogy be van szépen csomagolva. Na mindegy, szóval arra a pultra akartam letenni a cuccokat, és mondtam is neki, hogy légy szak, hogy vigyük oda. Tök rendes volt, oda vitte, és még egy darabig ott tartotta, és szeretett volna segíteni átrakni azt a szétszakadt zacskót az én kis táskámba. De mondtam neki, hogy hagyjad, meg egyesével átpakolom. Már akkor is nézett egy kicsit, amikor kiszedtem a táskámból az én bevásárlós táskámat, ami egy ekkora kis eper, és a kis epret szét kell húzni ahhoz,
hogy kinyíljon egy nagy táskává, és abba szoktam pakolni. Azt éppen át is pakoltam abba a kis táskába, és nem volt semmi extra. A srác, aki a biztonsági őr volt, végül is elköszönt tőlem, viszont én annyira zavarba voltam, meg annyira hülye volt az egész szituáció, hogy nem is tudtam rendesen megköszönni neki, meg semmi ilyesmi. És valami olyasmit mondott, hogy további szép napot, vagy jó vásárlás, vagy mit tudom én mit mondott, és nem tudtam semmit se normálisan reagálni rá, úgyhogy csak annyit mondtam, hogy köszi. Nem elég, hogy nem is köszöntem meg az egészet rendesen, még így elköszönni sem nagyon tudtam tőle. Szóval elég ész a szituáció volt, és hülyén is érzem magam miatta, de hát ez van. Na mindegy, megpróbáltam az üzletből úgy távozni, mint hogyha mi se történt volna, pedig egyébként egy csomó ember megijedt, akik mögött ott úgy szétterült a táskámnak a tartalma, és hirtelen lecsapódott, meg mindenki utána engem bámult, hogy mi történt, meg jaj, úristen. Ezután találkoztam Mikivel, és elindultunk a DM-be, ahol parfümöket nézegettem, illetve szagolgattam. És tudjátok, szoktak lenni ilyen kis papírfecnik, amire rá lehet fújni a parfümöt, és akkor ugye jobban érzed az illatot, meg akkor nem magadat kell összefújkodnod. Viszont én olyan szerencsétlen voltam ott is, hogy rosszul fújtam a parfümöket, és egy csomó ment a kezembe, meg a kezembe volt a telefonom, és arra is ráment egy csomó, mert nem láttam, hogy merre fúj a kis fúvóka, úgyhogy rossz irányba állt, és sikerült magamat jól összefújkálnom. De ez még a kisebbik szerencsétlenség, mert aztán ráfújtam az egyik papírra a parfümmel, akkor végre eltaláltam egyébként, és ugye elkezdtem rázni, hogy jobban érezzem az illetet, és ahogy ráztam, egy parfümcsepp a szemembe fröccsent a papírról. Szóval igen, egy olyan szerencsétlenség. Akkor azért már tudtam, hogy ez egy ilyen nap, és nem úszom meg a további szerencsétlenségeket se. Ugye ott volt a kezembe a parfüm, ott volt a kezembe a telefonom, és a telefonom mellett még fogtam azokat a kis papírfeszniket is, és már éreztem, hogy a telefonom baromi rohóban van, de akkor még nem törődtem vele. Viszont pár perccel később egy sikeres mozdulattal a telefonom kiesett a kezemből, és beesett a parfümök közé hatalmas nagy robajjal, mivel eléggé nehéz a telefonom, és ott ilyen kis üveg kis polcocskák vannak, de szerencsére nem törtem szét a telefonommal az üveg polcocskát, pedig egy Nokia Lumia telefontól még az is kitelne, nem? Szóval ebben szerencsém volt, viszont az eléggé szerencsétlenség volt, hogy elejtettem a telefont, de tényleg nem lett baj, úgyhogy örülök neki. Na mindegy, mentünk tovább, és akkor még én úgy voltam vele, hogy még megszagolnék azért egy-két tusfürdőt is, mert hát nem elég ennyi parfümöt megszagolni, még szagoljunk tusfürdőt is, hát nem kellett volna. Az egyik tusfürdővel sikerült egy picit arcon találnom magam, nem vészesen, csak egy icipicit. A másik tusfürdő pedig, hogy felnyitottam, jól összekentem vele a kezemet, úgyhogy köszi tusfürdő, igen. Viszont a harmadik tusfürdőnél már figyelmesebb voltam, és amikor úgy éreztem, hogy ez biztos, hogy az arcomba fog csapni, akkor egy ügyes húzadattal gyorsan így hátrahajoltam. Az már nem ment az arcomba szerencsére, és akkor már végére is értünk a vásárlásnak, ami tök jó volt, mert arra gondoltam, hogy otthon már biztos nem fog velem semmi rossz történni. Viszont amikor le akartam fotózni a telefonommal anyámnak azokat a dolgokat, amiket vettünk, akkor megint sikerült a telefonomat elejtenem. Igen. Csak egy székre esett rá, ami le volt terítve egy pléttel, így még csak nem is koppant. De hát ez már csak igazából a ráadás, és ez már semmi extra, ahhoz képest, hogy miken mentem keresztül a nap folyamán. De utólag már csak nevettek az egészen, mert tényleg nem történt senkinek semmi baja, se a telefonomnak, se a cuccoknak, amit vettem. Úgyhogy boldogan tértünk haza a vásárlásból, de azért vannak olyan szerencsétlenségeim is, amikor nem úszom meg ennyivel, és két hétig fáj utána valamim. Ezt még nem mondtam el nektek, de amikor megvettem a platformbakancsomat, és először mentem el vele sétálni, akkor az volt az első, hogy lezúgtam vele a lépcsőn. És valahogy olyan szerencsétlenül sikerült esnem, hogy nagyon bevertem a fenekemet, és utána két hétig nagyon fájt, és lilafoltos volt. De hát ilyen. Ezt csak úgy pluszként elmondtam, hogy azért nem mindig ilyen viccesek ezek a szerencsétlenségek. Na hát annyi lett volna ez a kis videó, és remélem, hogy nem untattalak titeket. Ti próbáljátok meg szerencsésebbek lenni, és elkerülni az ilyen hülye szituációkat. Sziasztok!